Pindrok Csaba vagyok, és Janusz Pannonius alakítom ebben a filmben. Mikor elment a gép, hátad mögött átjösszak a sínnek erre az oldalára, ahol én ülök, és aztán beállsz ebbe a pozícióba. Vigyázzon magas a sínnek. Én azzal még nem találkoztam, hogy reggel megjelünk 7-kor, délután 5-6-ig próbálunk, és este veszük fel 10 perc alatt, 15 perc alatt, megsporolva a lámpákat, és jól lepróbálva a történetet. Hanem a filmezés a számomra mindig úgy történik, hogy felveszünk 4 jelentet, és az ember be tudja osztani az energiáját, a szövegtudását, a koncentrációját arra a 4 etapra, mondjuk egy nap, pláne főszerepnél. De az én szervezetem az még nem ismerte ezt a reggel összeállunk, próbálgatjuk, és a végére tesszük fel. Ez egy picit olyan, mint egy magyar dráma napja, amikor egy nap alatt csinálnak meg egy előadást. Nem igazán éltem még meg azt, hogy mi van a kamera túloldalán. És itt van egészen új nyelvet látok. Tehát ezek az 5 perces nittek, ez egy egészen különleges dolog, és a filmében, régi filmében sem láttam át a kamera túloldalára, és ezt marhára élvezem, hogy itt futunk, öregek, fiatalok a kamera alatt, és hogy ezt még nem tapasztaltam. Mindig a filmben mindig egy sztorit elmesélni, nézni, tehát a kamera innenső részében ment a diskurzus, most már teljesen átlátok a túloldalra. Első nap Visegrád, amikor ezt láttam, hogy itt alul kell menni, fölül, rohansz, mint az őrült, aztán beállsz és halálozzál folytatod. Én azt hittem első nap, hogy elzavar, hazazavar. Pláne amikor azt mondta, hogy énekelnem kell. Én énekelni nem tudok. És ott hamisan kötyeráztam, de nem zavart el. Nagyon megijedtem, hát mondom, mi lesz itt? Hát ebből nem lesz film. Aztán láttam, hogy esetére még milyen jó lett az a jelent, amit 2-szer felvettünk, és láttam, hogy azóta is így működik. Ki ez a figura, akit nekem alakítani kéne? Milyen legyen ez az ember? És akkor rám nézett, azt mondja, hülye vagy, hát olyan, mint te, ne foglalkozz semmivel. Úgyhogy innentől kezdve vagy bajba, mert hát milyen vagy te, hát fogalmam sincsen. 2-3 mondatot mond, pontosan azt az instrukciót mondja, hogy vagy dobottam, vagy gyorsabban, tehát ami kell egy színésznek, tehát nem akarja túlmagyarázni. Jókor mond, nagyon apró instrukciókat. Először reggel megkaptam egy kétoldalas anyagot. Fogom, hát mondom, hát ugye ha ezt most megtanulom ma, akkor majd biztos mondják, hogy hát igen, ez, hát persze, hát meg tudja tanulni, tehát hogy milyen jó színész. Tehát így nekiültem, de éreztem, hogy nagyon nagy baj van, mert nagyon nehéz bibliai szöveg volt. Fél óráig ugye átszétált a hajam, aztán megjelent Jancsó Miki bácsi, hogy te hülye, hát csak 7 mondat lesz. Ez volt reggel 9-kor, a felvételben már csak 4 mondat maradt, de még délután 6-kor az utolsó felvétel előtt még mindig így gyűrtem a papírt, hogy el ne roncsam, mint az érettségim előtt, vagy a felelésem előtt, amikor a kettesé kellett felelni valahol, hogy el ne roncsam, és nem tudtam 3 mondatot megtanulni, annyira féltem attól, hogy elrontam, és miattam veszik újra az egészet, persze elmotyogtam valahogy, de ilyen félelmet én még az életben nem éreztem. És ez a félelem, ez egy jó félelem volt, egy kedves félelem volt, izgalmas félelem volt. Szóval nagyon élvezem itt a létezést.